1950 és 56 között 49-szer játszott a magyar válogatott. Megbízható, gyors, kitűnő szerelőkészségre és játékészséggel megállott játékos volt, aki tehetségének és tudásának köszönhetően részese volt a magyar futban legjelentősebb sikereinek. Az aranycsapat állandó tagjaként részt vett a EF olimpiai aranyérmet megszerzésében, játszott a 6-3-as győzelmet hozó évszázad mérkőzésén Berlin-stadionban az angolok ellen, és a 7-1-es sikert hozó budapesti visszavonulás. Épp úgy, mint az ezüstérremmel végződött 1954-es svájci világbajnokság. Visszavonulása után 11 éven át edzőként dolgozott, elnök helyettes, aki elnöke volt a Komárom, Esztergom megyei labdarúgó szövetségnek, tagja és alelnöke volt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének. Huzászki Ervan alázatos, szorgalmas, emberséget közismert. Jókedélyű, remekül sorban megállt, közvetlen barátságos ember volt, futballtudásánál mutatjuk csak a szíve volt nagyon. Ő volt az, aki soha nem felejtette el, hogy ismernünk kell azt is, hogy mi állt a nagy teljesítményekben. És bárhogy csírjuk, csavarjuk, magyarázzuk, arra a következtetése jutunk, hogy a manapság divatnyomultnak tűnő eszmék főszerepet játszottak a sikerek elérésében. Ilyenek, mint haza, család, hajtársiasság, győzelembe vetett hit és összefogás. A másokért, a nemzetért, a hazáért élni teljesség. Az utolsóként távozó Buzánszki jelővel kiegészült aranycsapat már máshol játszik, ahol nincs fáradtság, és talán a bírók is igazságosak. A döntőt viszont már nekünk kell megvívni. Két örökséget hagytak nekünk. Egy teljesítményt, melyet szinte lehetetlen felülmúlni, és azt a példát, hogy hogyan lehet megvívni a lehetetlen. Amikor most még nyászoljuk Buzánszki előtt, a hívő ember a sport nyelvén azt mondhatja, hogy szólunk neki, hogy az élet végén, a pályafutása csúcsára most érve, egy igazi stadionban, Biblia nyelvén az Atyaházában játszhasson, válasszák őt be, és olyan mérkőzést játszon, ahol kivétel nélkül mindenki, a másik csapat edzőjétől kezdve az újságírókig, egyetlen dologra koncentrál, és egyetlen dolgot tapasztal, a tökéletes játék végtelenül.